A jövőnk energiája térségfejlesztési alapítvány ülésén kihirdetésre került a csaknem 2 milliárd forint összértékű első forduló nyertes pályázatai. Összesen 155 pályázat érkezett be, melyek közül 139 részesült támogatásban. Az alapítványnak köszönhetően nevelési, oktatási intézmények bővülhettek vagy korszerűsödhettek. Továbbá sportlétesítmények, kulturális intézmények újulhattak meg, vagy kerültek kialakításra. A térség számára nagy segítség volt a kalocsai és szekszárdi kórházak eszközbeszerzése. A sikeres pályázatok listája az alapítvány honlapján érhetők el. Az elnyert pályázatokon túl ismertették az új pályázati felhívást. A mostani fordulón az eddigihez képest változás történt. A kiutalható támogatási összeg 1 milliárd forint lesz. Egy település által megpályázható összeg maximum 30 millió forintra lett meghatározva. Tovább is be lehet adni kettő pályázatot, amiben 20 millió pályázat, az gyakorlatilag önrész nélküli, tehát teljes kifizetést fog majd eredményezni. Ami talán újszerűség, mert hallottunk ilyen szeleket a térségből, hogy társulásban is fognak pályázni önkormányzatok, ez nagyon támogatandó, hogy összefognak is egy közös cél érdekében. Kovács Antal, a kuratórium elnöke felhívta a megjelent polgármesterek figyelmét, hogy pályázataikkal olyan célokat határozzanak meg, amelyekkel hosszú távon tudják a térséget fejleszteni, és támogassák Paks 2 beruházásának minél magasabb szintű megvalósítását. De azokat a beruházásokat kell erőltetni most, akár azokat a tervezéseket, ami azt segíti, hogy még jobban ki tudjuk szolgálni ezt a következő beruházást. A közeljövőben közel 10 000 ember érkezik majd. Ez a térség számára nagy lehetőség, amelyet, ha jól használ ki, a következő hosszú évtizedekre is garantált az adott település jövője, jegyezte meg Kovács Antal.